Minden kedves magyar állampolgár, minden kedves 21. századbeli ismerősöm, lovacskáim. Elérkeztünk a következő AC3 részhez, amit közvetlenül az előző rész után veszem fel instant gyorsaságban. Éppen most azon filozofálok, hogy olyan, mintha a volt egyszer egy vadnyugodban lennénk. Csak hát ott olyan sivatag volt, meg napsütés, meg minden. Itt is van napsütés, ahogy ne lenne napsütés. Kanyi ége, nem megyünk vissza a indián táborba, Connor. Hiába honvágyad van. Rudi? Kérsz egy Rudit? Nem megyünk vissza, hanem megnézzük ezt a vadonjáróknak a mellékületését, és kíváncsi vagyok, hogy a 15 éves Connornak még milyen mellékületéseket szabott az Ubisoft. Vagy azt akarja Ubisoft, hogy haladjunk a sztoriba és ne kószálódjunk el. Mert ugyebár Achilles most vár minket a tengerparton, de én úgy gondoltam, hagy váljon, hagy fagyjon egy kicsikét meg, hagy legyen kék a lába. Csak ne legyen húgyos a nadrág szára. Kíváncsi vagyok, hogyha én kijadok vidékre, akkor a kis Connornak, a 15 éves tinédzser pubertáskori Matyinak milyen küldetést adnak. Mondjuk egy ford... nem... hajnyírás nem csinál, mert nagyon nagy a hajunk. És mindig csak fogyasztási cikket tudnánk vásárolni, ha lenne pénzünk. De mikor a zsidóság? Ez nincs pénzünk, hogy most se vá... Ezt nem így kell csinálni, Connor. De fasza. És amúgy is azt hiszem, hogy utána már csak egyszer lesz téli szezon a AC3-ba, szóval használjuk ki ezt a lehetőséget. Azt felvesszük. Ugye a tollakat a mamának kellett, a indián mamának gyűjteni, de hát most nem tudom, kinek gyűjtsük. Nem tudom, de felvettük. Ezt nézzétek, mint Zorro. Migráns Zorro. Nézzétek. Odaugrálja! Az igen? Ó, persze már! Jaj, azt hiszik, hogy bolond vagyok, hogy itt ugrálok a fákon, ugoljál lefele akkor. Nézzük meg ezeket a vadonjárókat. Amúgy azt hiszem, ez csak ilyen dialógus, ilyen monológ párbeszéd, de nem nézzük, mit akarnak. Daniel Boone. Azt hiszem, ez a Daniel Boone egy élő személy volt. A fiú, aki farkast látott. 8. hónapig űrszöldünk a pémekért. Még jó, hogy nem vagyok terhes, mert akkor már elég nagy hasam lenne 8. hónapban. Nem kevesebb, mint 1 tucat Sony harcos muskétával és íjjal. Hé, hey, az indián barátaimat hagyjon. Bekerítettek. Féltem persze, de összeszartam magam és összeszedtem minden Sony tudásomat, hogy szót értsek velük. A vezérük halandzsát, így beszélt, pörgött a nyelve. Muskétáig csövibe. Csövibe? Csövibe? Esetleg csöcsibe? Ezt kinyomom szerintem, srácok, nem érkezik egy monológia. Szerintem hazudgálom, hogy ez ilyen... Csak mondja a rizsát, de egyik feleség az. Na, adjuk már hülyeséget, persze már. Milyen kicsinyég? Mi az a kicsinyég? Nem értem. Kicsinyég. Megnézem majd fordítóval, vagy nem tudom, kicsinyég. Kicsinyég. Milyen kicsinyég? Mindegy. Karolina, ész? Azt se tudod, hol van Észak-Karolina, he? Jött, hazudgálsz. Nézd már, a barátod mindjárt megfogy. Keresd nyomokat a vadonjárók táborában. Vadonjárók. Gondolom, ezek olyan emberek, akik dolgozni se akarnak, katonák se akarnak lenni, kell menne csövelni a erdőbe. Akkor ez is csak egy melléket, és nem csak dialógus. Vadonjárók. Itt valami farkas támadás lesz, vagy azt hiszem, hogy keres nyomogat a fiú, aki farkast kiáltott, vagy látott. Tudja a tököm. Hol van izé? Bukfenc. Hely. Bukfenc. Bözsi hol van? Bébé. Bébé! Bébé! Én vagyok Forrest Gump. Jaj, Jézus héten megijedtem ettől a fától. Nem tudom. Haladjunk tovább. Dőlj magasra. Tény meg 100 métert a fák közül. Gyűjts be egy madártollat. Hú, de sok kihívást adtok. Permagánra írjátok már rá, hogy miket kell csinálni, mert elfelejtem. Hát memóriám olyan, mint a halé. De még most csak fütyülnem, hogy lónak. Remélem, Achilleshez visszatalált a ló.
Na, mint a újra indián táborban lennénk. Ott száll, ezért István király, madár, ezért mi voltában. Itt egy nyom. Itt egy halott ember. Szerintem ez halott egy kicsikét. Jól tetszik lenni? Hm? Hozzá takarod? Fázik? Semmi különös, semmi különös, csak megvan holva. Ha az, nem különös. Érdekes, de pénze nincs. Ennek se. Ajaj. Hajhaj. Hajhaj. Nézd meg. Az nem leszi, komám. Az nem leszi. Fárka. Fárkás barát. Jó van. Na, egyből a quick time event megy. Ezek csak a quick time eventet ismerik. Ezek nem izé őzet ettek vacsorán, hanem quick time eventet. Ez megint ököllel, nyúzta. Kemény. Jaj, gyerekek, már megint itt van az ilyen rinocérosz. Ez nem Afrikában olyan sonos. Várjunk, van íjam, Oho, és egyből pont a tökébe, a seggébe. Jávor szarvas. Na, mondtam én. Jáva. Jáva. A köszönöm, indiánul. Ennyit tudok. Jáva, meg a Insta anyám. A jávor szarvas az tudja, hogy nagyon sokban. A jávor szarvas hús. Ettetek már jávor szarvas húst? Mi a csirka jó? Mi a csirka jó? Jávor szarvast. Az a jó. Azt tegyetek, jávor szarvast. Ez biztos sokat kóstál. De finom lehet a jávor szarvasbőr. Mindjárt ki meg ide, ez a szalóki határba fogok már jávor szarvast. Egy szál macsétával, meg egy izével. Rozsdás bökővel. Itten nyúl. Feje nem volt. Csernobilos nyúl. Jó, hogy még Csernobil nem létezik, elnézést. Na, vigyázzál. Most úgy csinál, mint a tűzbe ugrál, az közben a hó. Szüzi hovon megy. Aha. Megint ezek a mocskos denevérek kárognak. Elnézést, srácok, ez egyetlen... Mert ez egy olyan rész lesz, amivel nem főkötéseket csinálom. Nem tetszik. Nem tetszik az erdei környezet. Menjetek bele anyátok kályhájába. Ennyi. Igen. Ó, gyerekek, nézzétek meg. Megy a harc. Ki legyen a asszony. Nem utánozzuk a szarvast. Azok tuti megtámadnak. Szóval húzunk innen. Tab. Én már csak ilyen gyáva ember vagyok. Jó, menjünk vissza a vadonjárókhoz. Beszéljük már, hogy a fiú, aki farkas látott, az egy kicsit már megvan holva a pöppet. Már megint egy jávor szarvas. Közben egy kicsit benyálazzuk a íjunkat, mert tudjátok, indián nyál gyorsabban öl, mint a bacillus. Ezért hal meg egyből a jávor szarvas. Jó van, pont a seggével kis meleg konor. Ú, de szép szarvas, gyerekek. Mekkora szarvas. Ez bejön a szobámba. Nekem kéne kimenni. Helyünk nem lenne sok. Áááá. Mekkora poén. Ez mi? Közben ilyen Abakusz számolt. Abakuszon számolt a csávó, hogy mi? Gyerünk, konorkám. Az igen. Ezt nem tudom, hogy csináltad. Ó, gyerekek. Olyan vagy, mint a kenguru. Nem tudom, hogy ilyenkor élnek. Hát persze, hogy élnek már a kenguruk 1769-ben, gondolom. 1769 májusában leesett az első hó. Jöttem, jöttem, vigyázzatok, 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 gyorsan beleugrok a tűzbe, annyira fázom. De nagyon sok dolgotok van amúgy. A mi? A szesz? Milyen szesz? Azt kell már ide, szesz? Két lábon jár, mint az ember, de egész estét vaskos szőrzet borítja. Mi az? Életeket szar. Nem tudom. Ja, Yeti? Mi van Yeti? A végén még Ubisoft már lesz Yeti, ha már GTA San Andreasban nem tettek bele. Ha felbukkan, mindig eltűnik, ez az. Tojás, szalonka, kissány, 14 éves pubertáskori kissány. El, gyerekek! De most még ízzél a kezét. Simogassa. Ekcémás kezét. Kutassa folyóparton. Erre kíváncsi vagyok. Van Yeti. Hol az a, hova kéne mennünk? Hát az messze van. Hol van már? Persze már. Okosan már, józan észre. Jó. Akkor hát postások nem leszünk. Mi vagyok én? Eta néni. Vadásztársaság. Menjünk ezek a vadászt. Ide, elsőként kell ide megyünk.
Ide. Fast travel nincs, de van. Erdei kisrác vagyok, Emmanuel, elvitted szüzességem. Concord. Concord, hanem itt lesz az első izé? Az első pisztolylövés, és így robban ki az amerikai függetlenségi háború. Mi? Magas a fázig, úgy látom. Jó van. Nem izé, vérszegény. Jó van. Mezítláb. Mezítláb a hó, ilyen fagyban. Mondjuk, szerintem nem olvad a hó, szóval minusz van, de mégsem lehelünk. Jaj. Majd lehelnek azok mindjárt. Itt kettő kilátó is van. Hát itt volt az a kocsma. Ugye itt voltunk hétömmel, meg most apáddal, meg anyád itten kocsmázott még. Hú, már nagyon régen volt az. Már nagyon régen volt, tényleg. Hú, de régen volt. Talán igaz se volt, de igaz volt, meg Éta Norbi ott volt. Tóval tudjuk, hogy igaz volt. Szakuna Matata! Hülyéskedtem. ezek tudod, csak izék. Játék. Ez csak játék. Nem igazi rejtett penge, de hogy is. Közben kaptam egy értesítést a NASA-tól, hogy mehetnék dolgozni, hogyha gondolom, de nem szeretnék. Hú, de megijedtem, srácok. Ha Assassin's Creed 3-ban félek egy izé telefonton, ami feltöltött maximálisan, akkor én nem játszok Outlast 2-vel szerintem. Na, mondjunk el egy imát, azt húzunk innen elfele. Lehet, hogy el fog fogyni a merevlem ezen a hely, úgyhogy olyan hosszúságú lesz a rész, amilyen lesz. Hova kéne leugrani? Elvittem már a sok dögbora szemem látását. Ide? Hát igen, ez az a kocsma volt. Itt ment a pád és ényeselt be az a... Mi kukucskál az ottan? Mi? Mi? Ott van az testvéred? Küldjen már hazafele! Lapátolni kéne elfele a havat. Nem csak inni egyfolytába, ugyebár? És itt próbáltam meg hétemmel felmenni arra a nagyfa tetejére, a nyárfa bükkfa tetejére. Na 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 na. Jó, vegyük már fel ezt a postás küldetést. Hát adnak már pénzt, tényleg. Azért se. Nem veszük fel. A végén pénzünk lesz. Azt a szényen nem élnél túl. Mekkora fel ez, gyerekek? Azért a stílfűrész elszenvedne. Hú, stílfűrész. Hát ezt mivel vágnánk amúgy ki? Mi? Gránáttal, vagy mi? Akkor se dől neki. Rakétavetése pusztítaná ezt a fát. Gyerekek. Ez lehet még igazából is megvan. Ki tudja, hogy... Hát ez a fát, ez sose hal meg. Ú, gyerekek. Félek? Jaj! Hát amúgy itt nekem olyan tériszonyom lenne. Célen fel sem mennék erre a fára. Hát persze, volt még nyáros. Félnék a nyáron, félnék a sok izétől. Lótetűtől. Itt meg a... jeges... fa miatti lezuhanástól. Sicinen! Ez már az én helyem, menj el! Máshova. Na, milyen szép ez a Concord. Itten elnézést befüggök össze-vissza. Megálltott az orbit. Na. Hogy ugorjuk én oda le? Hát le nem megyünk innen, mert meg fogunk halni. Azt a Achilles, hogy temet el minket? Sehogy idáig nem tud eljönni a botjába. Jaj, jaj. Jó. Na, ez is egy vadonjáró kihívás, hogy hajtsunk végre 10 halálugrást. Ha mindig rossz gombot nyomok meg. A Concordi macska rúgja meg. Nézzük meg ezt a vadásztársaságos mellék küldit. Abba szerintem tuti olyan lesz, hogy ölj meg 10 izét, ezt, ölj meg 10 azt. Remélem nem egyből medvével kell, berakják izé. Itt egy gyerek, várak be izé. Józsi, hagyj ölje meg a medvét. Hát ha nem sikerül neki. Na, ott az izé, fekete. Öljük meg fele. A medvével. Jó, gyorsan, izébe. Jó mondod, Józsi. Ó, hát milyen virág nyílik itt télen, gyerekek, most májusban. Milyen? Büdöske? Narcisz? Itt valaki el van temetve. Eltemették itt egy kotlós tyúkot. 20 gyereket hagyott hátra. 20 kis csirkét.
fel, Torre Ádor, bű, hazár, tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Második Erzsébet királynőt csokoltatom majd 50 év múlva. Vagy 50 év, már 300 év múlva. Ugolj bele a Tiszába. Úszásoktatás! Gyerünk! Na. Ú, Istenem. Ez a gyáva... Majdnem azt mondom, gyáva nyúl. Jó, akkor tovább megyünk. Én beleugrok, ez fejestő... Az igen? No, az majdnem halál. Így kell amúgy a jeges tóba fejestőkre beleugrani, mert hamarabb kapsz hipotermiás állapotot, mint hogyha csak a lábadat tennéd bele. Nem vagy itt egy beregfűrőbe kell járkálgatni tényleg, ide bele a vízbe, ugorjatok bele felett is. Mesztelenül, egyszer tangába. Az emberevő. Megpróbálnak letelepenni a közelben, de volt csőzi. Gépjárműadó? Aha. Igen. Nézd csak, a egyik izéd, egyik ember itt a településen, az tudja, hogy valami kleptomániás állat, az a kopasz, vagy sorozatgyilkos, arra nagyon ügyeljetek. Persze, tudtam, medvét kell vadásznunk. Egybe berakják a gyereket medvevadászatra. Hát baszki, hát, ez mekkora trehány köcsökség. Egyesenek, oda megyünk. Jó, el is viszem a lovat. Ez az jó kis kutya. Nézzem, milyen szép kis kutya, így barátkoznak a macskával, a macska még egy flagma hanyag módja. Ne barátkozzon veled, de a Csernobili szűzmária, azt elmegy. Isten, mocskos macskák. De tudjátok, hogy milyen mocskosak a macskák? Hát mi történt itten? Na itt meg úgy veszem észre, hogy három evangélista néma kacsát temettek el még 20 évvel ezelőtt. Jaj. Akkor erre apánk nem járt, mivel itt a térkép ő nincsen izé felfedezve. Apánk merre járt? Apánk csak a templomot követte. Mert még mindig is követi. Őszös konyhajába egyszer-kétszer belefúj a szél. Támad meg a konvojt, mint a pesti acél. Na. Ez mi? Ez ilyen mellékküldetés? Hát gondolom, hát nem, majd fő. Ez a főküldetés, Norbi. Tudtad? Melyik a jobb? Bolondon meghalni, vagy okosan szenvedni? Jaj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 
első rejtepengés ölés, kettő double kill, gyerekek, double kill. Ez betyár, ez komolyan betyár, várjál, hé. Hey. Arany János, jaj, várjál már. Epilepszió. Így, hagyj ijazzanak már le, így. Nézd, mint az át. És pont a szívébe. Pont a szívébe, hallod? Szerintem még azért tápénzre vett fel magad. Ó, ez az Arany János tória. Hello. És akkor, gyerekek, ezt okosan most veszem fel az első pénzemet életemben, vagy Connor most veszi fel az első pénzét. Lehet azt, hogy mi az. Hát most se tudom felvenni a pénzt, nem tudunk még fosztogatni, arra nem tanított meg Akidis. Hát ez meg... Játsz már el nekem a... Korda Györgytől a... Talál ki gyorsan a hangulatomat. Hey, talál ki gyorsan a gondolatom. Nagyon negyes kis dobos lehetnél? Talál ki gyorsan a kis dobos gondolatom. Rágd meg a lónak a tökét. Nem kell fejelni, talál... Jó. Megtámadnak a farkasok, halljátok? Jó, tomahawkot elő. Fabágás. Kis gyújtós. Rőzseszedés. Wassz. Csúnya. Betyárvilág. De még ugye, most már fel tudjuk venni a pénzt. Na nézzük. Takaró is van. Akkor itt alszunk. Ennyi. Beugrott egy másodperc, most mit tudott felfedezni? Semmit. Ez az 750 lira. Hoho, éle, éle, emmele, mele, ó, emmele, ma, á, éle, 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 ó, na. Az a nyuszi nem ússza meg. Azonban már csak 4 íjunk van. Köszönöm, hogy koparált velem, vagyis együttműködött. 750 lírát szerintem Akiris soha életében nem látott, úgyhogy haza se visszük.
Arany életünk van itten Akirisnél, amúgy. Jaj, 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 jaj. Na, egy jazz nótát eldúdultam ennek a jávorszarvasnak. Mint ha erre lettünk volna már, hétemmel is. Én úgy emlékszem. Milyen jó munkamegosztásúak itt a falusi emberek. Egy lapátó, 50 ember ül. Tiszta közmunka. Érdekes, érdekes kis település ez. Biztos valami magyar település, 100%. Ezt se tudja a Crest. Beáll elém, hogy bevágtat. Oh my gosh. Egy kis nyulacs, nyusz nyusz. Mit csinálsz, hé? Fázis, késés, minden játszik. Ó, mosómaci. Nem bántsuk, mosómacit nem bántsuk. Ezt nézzétek, ezt nézzétek. Ugor. Áááá, látod? Látod, most leégettél minket. Itt nem mondom a nézőknek, hogy ne aludjanak. Nézzék, hogy hogy fogsz átugrani a kerítés, azt erre felizé. Istenem. Az mi volt? Azt hittem már héten egy balett táncot eltáncol a levegőbe a Connor. Ez mindent tud, gyerekek. Olyan táncmozdulatokat tud, amit még 200 év múlva fognak kitalálni. Istenem. Na, mi van? Nem mered megfogni? Pedig nem az. Na. Mit csinálsz, te öngyilkos hajlamú görcs? Mit csinálsz? Ez mi volt? Hát az Akiris látná, szerintem azt mondaná, hogy oltassák be, ebola nem ellen. Erre tanított. Azt mondod, fél évig futottál. Mit csinálsz? Te nyomorék! Istenem! Á, még a ló is röhög magába. Hát ez mi ez? Ez mi volt? Egyébként Ubisoft most péntektől vasárnapig ingyenessé tette a Step nevezetű sielős játékot, már nem csak sielni lehetett abban a játékban. Szóval töltsétek lefele, hogyha addig nem játszottatok vele, és nem szeretnétek 60 eurót, vagy mennyit kiadni érte, mert eléggé, egy idő után eléggé monoton játék lesz ez a télies sielős játék, meg skyboard, snowboard. Szóval 3 nap alatt ki lehet vinni, és nem tudom, hogy azt egyáltalán van-e sztoria, meg ilyesmi, de figyeljetek, én átletéltem, úgy csapja el a gépem. Szóval felesleges, de kipróbálom. Ubisoft. Fesse már innen! Repülj, madár, repülj! Ott egy templom. Csapjon bele a villám. Igen? Igen. Itt is van egy ilyen tuskólábú csetresz. Még tusz, még neve is van. Tuskólábú csetresz. Na, hajts végre egy halálot, még mindig van egy halál. Hol a ló? Ez is megunta, életét megunta. Hello, 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 hello. Gyorsan, felugrunk erre Albino lóra. Albino, de 1769-ben még Albinónak nevezték. Ezek már megint mennek. Istenem! Egy gondolat bánt engemet. Ágyban pánál közt halni meg. De gyerekek, amúgy minek dobos? Meg minek járkálnak ott az erdőbe a angol katonák? Nem értem. Az azt hittem héten okos telefonozik. Mi a tököm? Arra nem tudsz menni, Connor. Nem tudom, indián táborban talán a tetőt fél fejjel szétszakítottad, de ez elég erős tető. Tudod? Várjuk. Jajjaj, várjuk. Várjuk. Igen, és ezzel most mit csináltunk? Pénzt ad? Nem? Akkor hagyjuk. Nem rejtett csomagozók, nem GTA-zok. Jó, mert megnézzük ezt akkor ezt a medvét, hogy hol, hogy szuszog. Aztán vége ennek a résznek, és akkor a következő rész most már tényleg akkor elmünk le a tengerpartra, Akirishez.
megnézni, hogy mi van az a retkes hajóval. Meg tudjuk-e javítani, és akkor énekelhessük, hogy smile and close in your eye. In my heart, in the motion, no. Hú, de csúnya szeme volt ennek a lónak. Egyébként, mondom, hogy mindig ilyen vannyugatos érzésem van, volt egyszer egy vannyugatos érzésem. El is éneklem azt mindjárt, hogy most dúdolom, hogy... Miért nyerít ez kis lóam? Miért nem lőd le instanyomban magad? Ó, minek élsz te itt még, te szerencsétlen? Ugor már át a fát, te termékenyetlen. Egyszer meglovagollak én, tün-tün-tün, jó leszek majd, tün-tün-tün-tün. A medve megölt egy arab taxisofőrt itt a vidéki fa környezetében. Pakanak helyén vagyunk, medve. És megmondják, hogy ott a kis medve, Balu kapitány. Oh. Azt hogy kéne kiiktatni amúgy, gyerekek? Kicsit most azért benne van a félsz. Oléó, állj fel, oléó, szállj fel, tü-tü-tü-tü, zeng az élet, zeng a dal, anyád picsája, bazd meg, oléó. A ló nem segítene. Ez a mocsos quick time event. Nézd meg, megöl az indián gyereket. Ó, jó, nem látok semmit a faszom. Ennyi. Jó, hogy ez nem a fő medve volt? Elnézést. Ez is biztos sok pénzt adnak. Sherlock Holmes, indián migráns editionba. Vérnyom. A milyen vér? Nem tudom megállapítani? Én megállapítom. Ez pesti nyugdíjas nénis vér. A zene az kár, de olyan kár, hogy ezek a népek mi nem tudták ilyen jó. A 80-as évekbeli amerikai popzenét nem ismerhették. Ne veszünk el, néni... Jó vagy? Ez most él vagy meghalt már, vagy mi van ezzel? Nem tudom, nem, hagyjuk már. Engem ne hívják a mentőket, nem akarok kizét. Benne lenni a jelentés, meg ilyesmi. Ki fosztas? Na végre! Tudunk akkor mégiscsak fosztani? Nézd meg az első fosztás, pont a tökét. Istenem, Connor. 13 lire. Az nem jó. Na. Szalvusz víz? Jaj. Hol lehet ez a medve? Cí. Nehogy belemenjünk a vízbe. Jó, ne. Bugyborékos anyádat. Egy újabb nyom. Nem kell már. Tudom, hogy itt lesz. Aha. Jó, hát csak íjunk van, de hát ezzel nem tudjuk levadászni. Na mindegy, tuti ez kemény lesz, ez nagy izé medve lesz. Fekete medve. Kifosztás, gyorsan. Hát van nála egy izé szerencsehozó talizmán, pénz, energia. Tinini, tinti, ez a nap már tönkre ment, a Connor a kis barlangba ment. Aha! Az angol kutyákat is ki elintézték. Hála a jó Istennek. Na, és valakinél volt 4 darab íj. Nagyon faszad, itt nincsen medve. Ha nem tetszik előjönni, én mentem. Köszönöm szépen. Erre lehet mi menni? Nem lehet. Köszönöm, jó, ennyi volt. Vége a dalnak. Biztos elment izére. Lepihenni egy kicsit. Jó, nem akar előjönni. Vagy majd most fog. Be van szkriptelve az egész. Mi? Jó, egyszer ezt már kifosztottam. Felemeljük a testet. Minek emeljük fel a testet? Mit csináljuk a testtel? Egyem meg. Nem vagyok egy kannibál.
Tegyük ide. Mi? A csali? Vagy mi? Az igen, jó, hagyjuk már a hülyeséget. Uram, hogy Jézus. Éha! Hú, bazd meg! Na 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 gyere, na gyere, gyere szeres. Hogy legyen gondod, gyere szeres. Olyan vagy, mint a kocskos. Nem tudom. Gyere, de na na na. Menj meg, ez quick time event. Jöjj már le a fenekedre. Jaj, bazd meg! Na 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 na. Mindenkinek van egy álma. A tiéd életem. Memento feloldva az IIIB-ben és a Kúrián. Na, hú, valami mementót kaptunk, Achilles. Vigyázz rá, ne üljé. Na, hogy aztán megizé a BB étel helyett vacsorára. Medve fagyú. Jó, de akkor volt itten autosave? Na akkor... Gyerekek. Na akkor szerintem itt a vége. Hát, összességében én azt hittem, hogy itt lesznek mellékületések. De nem lettek mellékületések. Szóval, kicsit csalódott vagyok. És akkor innen fogjuk legközelebb folytatni. Hát mondom, ez ilyen olyan részlet, hogy... Nem csináltuk főküldetéseket. Jó, még videón kívül elmegy vissza Achilles otthonába, és akkor innen fogjuk legközelebb folytatni. A dinnyének kilója meg 250 lira. Sziasztok. Norvi, dinnye télen? Jó, semmi baj nincsen. Semmi baj.